Milyen volt a Magyarországhoz való viszonyod akkor, amikor még ott éltél a szlovák területen, és tulajdonképpen milyen most? Tulajdonképpen mit jelent ma neked a régi életedből a Szlovákia? Most az első szó, ami eszembe jutott, az az álomország. Álom? Uh-huh. Igen. Hogy bárcsak ott élhetnék, ahol úgy van kiírva a cukrászda fölé, hogy cukrászda, hogy az van kiírva a cukrászda fölé, és ahogy otthon beszélünk a házban, vagy a faluban, és én egyszer úgy is ott fogok élni. Valahogy így volt ez a fejemben, hogy a vágyott ország. De most is annak látod még álomországban? Most ezt komolyan kérdezed? Komolyan. Hát bonyolult dolog ez. Hogy volt, amikor annyira dühös voltam, hogy mondjuk a politika beleszól a szakmai életünkbe, és olyan dolgok történnek, amiről soha nem gondoltam volna, hogy megtörténhetnek, gondolok a Színművészeti Egyetem sorsára, hogy az annyira fájt, hogy emlékszem, hogy azt kívántam, hogy bárcsak soha ne jöttem volna ide. Aztán nyilván ezek ilyen forró fejű mondatok, mert nem történt volna meg velem az, ami megtörtént, és úgy mentem vissza Szlovákiába dolgozni, hogy ide el kellett jönnöm, és le kellett forgatnom Enyedi Ildikóval ezt a filmet, és közben csodálatos volt a Máté Gábor osztályába járni a Színművészeti Egyetemre. Szóval nagyon örülök, hogy ez mind megtörtént, és semmit sem bánok, az sem, hogy valahogy akkor is azt gondoltam, hogy én Nagy Szétényből, a kis faluból Budapestre fogok kerülni. Szóval tényleg semmit nem bánok, de most nyilván nagyon nehéz így szakmailag.